Székesfehérvár és környékének római kori emlékeinek száma igen jelentős. Csak Gorziumban közel 2 milliós leletanyagot gyűjtöttek össze a régészek. Többek között ezért is tartják Székesfehérváron az idei firokonfot. Több jeles kutató is dolgozott az elmúlt évtizedekben, múzeumunkban is, illetve számos más intézmény kutatói is előszeretettel járnak a megyénkben, hiszen ha csak a Szeúzó épület együttesre vagy Gorziumra gondolok, akkor talán már nem is kell többet elárulni. Egyébként Gorziumban is közel 2 milliós leletanyag halmozódott fel ebből a korszakból. A legfrissebb kutatási eredményekről számoltak be a kutatók csütörtökön a kőtárban. Noha a Szent István Király Múzeum első alkalommal ad helyszínt a fiatal római koros kutatók konferenciájának, a római kor kutatása mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a múzeum tudományos életében, kezdve a múzeum alapító Marosi Arnold első ásatásaitól, a múzeumépítő Fitz Jenő kutatásain át egészen napjainkig. A több mint 90 fő részvételével zajló háromnapos konferencián 500 előadásra kerül sor a legváltozatosabb témákban, mint például villagazdaságok, feliratok, viselettörténet. A rendezvényen részt vett a város alpolgármestere is. Róth Péter a város történelmi múltját idézte fel. Sokan nem gondolják azt, hogy Székesfehérváron római gyökerei lennének, pedig ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk, hogy ez a néhány négyzetkilométer itt Sárvíz partján, hegyek és az Alföld találkozásánál Pannonia természetes középpontja. Így volt ez 2000 éve, így volt ez 1000 éve, és így volt ez az elmúlt évtizedekben, ebben az évtizedben is katonai, gazdasági, politikai, kulturális és szakrális központ is Székesfehérvár és annak térsége. A konferencia előadói között épp úgy megtalálhatók a tudományos pályájuk elején álló római koros kutatók, mint a több évtizedes tapasztalattal rendelkező kutatási területükön nemzetközileg is elismert szaktekintélyek. Határon túlról is érkeztek előadók, hiszen nincs másik hasonló volumenű a korszak kutatásával foglalkozó szakmai konferencia.